13. előadás morzsa következik. Ugye az előadás címében azt ígérem, hogy egy 50 évvel ezelőtti eseményről lesz szó, az odesszai kolera járványról és a karanténról, de végül is három járványhoz kötődő eseményről fogok beszélni, ami a 20. században a Szovjetunióban felütötte a fejét. És hogy így hogy került a látóterembe ez a téma. Ugye ezt így gondolom, hogy mindenkinek megvolt az a tapasztalata ennek az évnek a tavaszán, hogy a karantén helyzet hatására úgy általában véve az internetes kulturális aktivitás az nagyon megugrott, tehát megélénkült a kulturális aktivitásnak egy csomó formája, és új formák is születtek, és én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan fordultak művészeti alkotásokhoz egy kis segítségért, hogy hogyan is lehet kezelni azt a helyzetet, ami az év elején vagy tavasszal előállt. Nagyon sok kulturális ajánlót lehetett olvasni az interneten, és ennek egy elég szembetűnő szelete volt, voltak azok az ajánlók, amik abban foglalkoztak, hogy mit érdemes olvasni a karantén idején. És persze a legtöbb ilyen ajánló az inkább a populáris irodalom kínálatából merített ilyen ajánlatokat, de voltak olyan megfogalmazott ajánlások is, amik a klasszikus irodalom felé fordultak. És ezen belül is ugye egy külön csoportját képezte az ajánlásoknak azon könyvek listája, amikben valamiféleképpen vírushelyzetről vagy járványról van szó, mert ugye ez egy végül is nem egy váratlan állásfoglalás, hogy karantén idején olvassunk karanténról. Tehát persze volt, aki pont azt mondta, hogy inkább ne. A legtöbbet emlegetett mű szerintem itt az elmúlt 10 hónapban az Albert Camus-nek a Pestis című könyve volt, amit a II. Világháború idején kezdett írni, és 1947-ben került kiadásra, és ebben a kisregényben itt valóban a központi téma az az, hogy a járvány teremtette sajátos izolált világban hogyan viselkedik az ember, illetve milyen különböző viselkedés típusok vannak. De végül is, bár így Camusról nem mondhatjuk, hogy egy derűs író lenne, de végső soron azért ezt a Pestist lehet úgy olvasni, mint ami nem a reménytelenségről szól, mert azért az fogalmazódik meg a regényben, hogy a Pest is leküzdhető, és hogy végül is az emberi lét értelme az maga a küzdés. Tehát, hogy ez végül is nem egy teljesen pessimista végkicsengésű könyv. Akkor a másik, szerintem legtöbbet emlegetett könyv a Szerelem a kolera idején című könyve, amit 1985-ben írt. Na most szerintem ez a Szerelem a kolera idején, ez kevésbé a járvány és az emberi izoláció kérdéskörét feszegeti, mint inkább arról szól, hogy van-e ilyen, hogy örök szerelem. De van benne járványról is szó, és tulajdonképpen ebből a könyvből is az derül ki, hogy a járvány leküzdhető, mert egy kolera járványról van szó, ami sikerrel zárul a kezelése, tehát leküzdhető, és itt van benne egy orvos, aki egy tehetséges és karrierista orvos, és az ő segítségével, az ő közreműködésének köszönhetően egy csomó emberi élet megmenekül, meg hát végül is lezárul ez a járványszakasz, viszont ez nem feltétlen, tehát megjelenik az a szempont is, hogy ennek a járványkezelésnek a hullámán vannak, akik meggazdagodnak, meg karriert építenek maguknak, úgyhogy itt van ez az érdekes kérdéskör is fölmerül. Egy harmadik könyv, amire szeretnék egy pár mondat erejéig kitérni, az Jack Londonnak a Skarlát című regénye, ami a könyvben szereplő évszámok miatt lehet így érdekes 2020-ban. Tehát ezt a könyvet 1912-ben írta Jack London, és egy olyan skarlát járványról van szó, ami 2013-ban pusztított a világon, de magának a könyvnek a jelen ideje az 2073,
és 2073-ra ennek a járványnak a következtében tulajdonképpen szétesik a társadalom, és egy új barbarizmus veszi kezdetét, vagy az uralkodik el a Földön, úgyhogy szerintem a három közül ez a legpesszimistább, de engem nem is ezek érintettek meg annyira, hanem egy lírai alkotás, egy vers érintett meg engem nagyon, ami ennek az évnek a márciusában keringett az interneten, és ez pedig Josip Brodskynak a Ne hagyd el a szobát című verse, amit 1970-ben írt, tehát maga a vers is 50 éves, és az odesszai karantén hatása alatt, vagy annak az élménynek a hatása alatt keletkezett ez a vers, és a vers miatt éreztem úgy, hogy ezzel a járványtörténettel egy kicsit szeretnék foglalkozni, és ahogy ennek az 1970-es odesszai járványhelyzetnek a leírását olvasgattam, akkor futottam bele még másik két járvány leírásába, ami a 20. századi Szovjetunió történetét borzolta. Az első ilyen járvány, amiről most beszélni fogok, az egy 1939-es, tulajdonképpen nem járvány, csak járvány lehetett volna. Ez egy pestis fertőzés terjedésének az eleje volt, és egy konkrét személyhez köthető, mégpedig Abraham Berlin nevezető orvos-biológushoz kötődő járvány kezdemény, akit itt a képen látunk. Ez az Abraham Berlin ebben az időben, tehát 39-ben Szaratovban ért, és ott egy ilyen orvosbiológiai laborban dolgozott, és az volt a feladata, hogy vizsgálja a tüdőpestis kórokozójának a viselkedését, a cél pedig az volt, hogy hatékony oltást tudjanak kifejleszteni. Ez az Abraham Berlin 1930 és 36 között Mongóliában Ulan-Bátor mellett volt 6 éves kiküldetésben, és avval a feladattal érkezett oda, hogy építsen fel egy pestis kutató bázist Ulan-Bátortól nem messze, és miért pont ott? Azért, mert Mongóliát egy úgynevezett endemikus pestis fészeknek tartotta az orvostudomány. Ez azt jelenti, hogy Mongóliában évszázadok óta rendszeresen felütötte a fejét a pestis, és Mongóliában sosem kezelték szervezetten, meg összeszedetten a pestis, tehát itt azt lehet mondani, hogy ott évszázadok óta a pestis Mongóliában jelen volt, és ez valamiért egy alkalmas helyzet arra, hogy ott kutatásokat végezzenek. Tehát 6 évig dolgozott ott ez az Abraham Berlin, és meglehetősen jó eredményeket érte el a kutatásaiban, de egyébként a korszakban a legdokumentáltabb eredményeket a pestis oltás kifejlesztésének a területén a franciák érték el, és amikor ez a Berlin visszatért Oroszországba és Szaratovban megtelepedett és tovább folytatta a kutatásait, akkor francia alapú vakcina fejlesztéssel foglalkozott, és 1939-ben személyesen Sztálintól engedélyt kapott ő két orvos kollégájával, egy Viktor Tumanszky és egy Jevgenia Koropkova nevezető orvostársával hárman engedélyt kaptak arra, hogy beadják maguknak ezt a kísérleti stádiumban lévő pestis oltást, tehát be is adták maguknak, és akkor következett be az az epizód, hogy folytatta a kutatásait, és egy bizonyos napon telefonhívást kapott Moszkvából, és azonnali hatállyal fölrendelték a központba, Moszkvába a járványügyi központba, a járványügyi kérdésekkel foglalkozó központba, hogy számoljon be arról, hogy hol tartanak a vakcinafejlesztéssel, és akkor vonattal felutazott Moszkvában, ott egy bizonyos szállodában
megszállt, egy bizonyos étteremben étkezett, másnap megtartotta az előadását ebben a hivatalban, előtte elment Borbélyhoz, és már ott az előadásán nem érezte jól magát, de az előadása végén, a nap végére olyan rosszul lett, hogy alig bírt hazajutni a szállodába, és a szállodában orvost hívtak hozzá, és a szállodából elszállították kórházba. Először tüdőgyulladást, tehát a tünetek alapján tüdőgyulladást diagnosztizáltak nála, de a következő napon az akkori ügyeletes orvos egy bizonyos Simon Gorelik, mindjárt visszatérek az előző két fotóhoz, megállapította, hogy ez tüdőpest is, és akkor ez a Simon Gorelik bezárta, tehát azonnal izolálta a Ábrám Berlint és saját magát, bezárta magukat ebbe a bizonyos kórterembe, és értesítette a hatóságokat, és másfél napon belül mind a ketten meghaltak. Ezek ilyen korabeli védőruhák. Ez ugye akkor a hatóságok azonnal lépéseket foganatosítottak, az NKVD, tehát a KGB-nek, tehát a belbiztonsági szolgálatnak az akkori szervezete végezte a kontaktkutatást, a kórházat lezárták, a szállodát nem zárták le, de éjjelente fertőtlenítették, mert hírzárlatot rendeltek el, tehát nem akarták, hogy ennek az esetnek híre menjen. És tulajdonképpen sikerült is lokalizálni ezt a problémát. Hárman haltak meg végül is ebből az esetből kifolyólag, tehát Goreliken és Berlinen kívül meghalt egy borbély, aki ez elment a szállodában, ez a Berlin. És aztán utána, amikor lezárult az egész történet, akkor diskurzus indult arról, hogy ki volt a hibás. Tehát ezt a Berlin nevezető orvost, ezt tulajdonképpen megvádolták avval, hogy nem járt el körültekintően, de ez ennek azért több oka is lehetett. Egyrészt ő beadta magának az oltást, tehát ő gondolhatta azt, hogy ő az oltás miatt védett, illetve hát más problémakörök is fölmerülhettek, de ebben most nem megyek bele, az előző beszélgetés során erről részletesebben beszéltünk, ugyanis pontosan ezt a helyzetet vette alapul Ulickájéhez, a Csak egy pestis című forgatókönyvéhez. Még egy érdekes adalék, amit visszaemlékezésekből lehet tudni ezzel a halálesettel kapcsolatban, hogy ennek a Simon Goreliknek a testvére egy bizonyos Ábrám Lezsnyov nevezető irodalmár volt, akit 1937-ben letartóztattak, és amikor ez a Gorelik már tudta magáról, hogy ő is megfertőződött, és már nincs sok ideje hátra, akkor állítólag írt egy levelet Sztálinnak az utolsó óráiban, amiben arra kérte, hogy engedje el a testvérét a letartóztatásból, és akkor ő még nem tudta, hogy a testvérét már egy évvel korábban kivégezték egyébként. Ez az Ábrám Lezsnyov Pasternák, Olesa, Bábel, Fagyejev, Gorki elemzéseivel vált, vagy ezekről lehetett őt ismerni, tehát ilyen tárgyó publikációi voltak. Az, hogy ez a levél megszületett, és aztán el lett égetve, arról pedig egy bizonyos Jákob Rapoport nevű orvos visszaemlékezéséből lehet tudni, aki a boncolást végezte, miután meghalt két orvos. A másik eset, amiről szeretnék szólni, az egy 1959 és 60 fordulóján történt eset. Szintén egy fekete himlővel, tehát oroszul Csornaja Ospa nevezetű betegséggel kapcsolatos eset, és szintén egy konkrét személyhez köthető a betegségnek a megjelenése
Moszkvában. A képen egy Alexander Kokorékén nevezető grafikust látunk, aki egy Sztálin díjas plakát tervező művész volt a 20. század közepén, tehát ez például egy Kokorékén készítette plakát. Ez a Kokorékén 2 hetes tanulmányútra utazott 1959 decemberében 2 hetes tanulmányútra utazott Indiában, és ez alatt az utazás alatt részt vett egy hamvasztásos temetésen, ahol egy fekete himlőben elhunyt embert hamvasztottak. Ez a Kokorékén, ez állítólag be volt oltva, 1 évvel korábban kapott oltást fekete himlő ellen. És akkor vásárolt egy csomó ajándékot, és hazatért, de már hazatértekor már a repülőtéren nem érezte jól magát, és másnap elment orvoshoz, ahol influenzát diagnosztizáltak nála, pedig akkor már tele volt a teste kiütéssel, de ezeket a kiütéseket allergiás reakciónak gondolt az orvos, aki megvizsgálta, aztán hazaengedték, de aztán utána még rosszabbul lett, és tehát a lényeg az az, hogy tehát december 23-án lett rosszul, és december 29-én meghalt. Tehát az utolsó 3 nap, élete utolsó 3 napját kórházban töltötte. És a halála után 2 héttel ugyanilyen tünetekkel került kórházba 6 olyan ember, akiről tudták, hogy érintkezésben volt ezzel a Kokorékinnel az élete végén, és a megállapítást nyert, akkor nyert megállapítást, hogy itt fekete himlőről van szó. És akkor egy óriási kontaktkutatásba kezdtek Moszkvában, amit a rendőrség és a KGB irányításával, illetve részvételével végeztek, és itt tulajdonképpen az egésznek a léptéke a nagyon különleges, hogy tehát az derült ki a kontaktkutatások alapján, hogy ez az egy szembeteg ember, ez a Kokorékin, attól kezdve, hogy a tünetek megjelentek nála addig, hogy meghalt, 1500 közvetlen kontakt szemét produkált, de összesen 9342 olyan szemét térképeztek fel, akik második körben, tehát első vagy második körben kontakt személynek számítottak, és ezt a 9342 embert, ezt 2 hét alatt kutatták fel, és kerültek kórházi karanténba, illetve az 1500 ember, az első körös kontakt személyek kerültek kórházi karanténba, és a több mint 7000 többi kontakt személy pedig házi karanténra lett utalva. És ami még ennél is megdöbbentőbb adat, az az, hogy január 15-e és 25-e között, tehát 10 nap alatt 9,5 millió embert beoltottak fekete himlő ellen Moszkvában és Moszkva körzetben, tehát a Moszkovszkaja oblastban. Úgyhogy ez egy precedens nélküli méretű oltási akció volt az egész világot, tehát az egész világon soha nem volt korábban ilyen méretű és ilyen rövid idő alatt megvalósult ilyen oltási kampány. Magát az oltás beadás több mint 30 ezer ember végezte, 3400 fix oltóhely volt, és 8500 mozgó ilyen oltó brigádok voltak. És aztán végül is 44 nap után jelentették be a hatóságok, hogy megszűnt a járványveszély. Összesen 45 megbetegedés volt, és 3 haláleset. Tehát így az elhalálozási ráta az itt nem volt annyira rossz, mint a például a pestis idején. És akkor a harmadik eset, az az 1970-es odesszai karantén hátterét fog egy kicsit megvilágítani. Tehát ugye itt 1970-ben Odesszában és a környező városokban kolera járvány volt. Most ezt ma már
tudjuk, hogy ez nem egy helyi kolera járvány volt, vagy egy lokális kolera járvány, hanem ez az úgynevezett hetedik kolera pandémiának egy fejezete volt, ez az odesszai és kercsi és asztrahányi eset. Tehát itt egy világjárványnak egy fejezete volt ez a történet, és ez a hetedik kolera pandémia, ez 1961-ben ütötte fel a fejét valószínűleg Indonéziában, és ennek a pandémiának a csúcspontja volt 1970-ben, ott Odesszában és a környékén. Ma már azt is lehet tudni, hogy ennek a hetedik kolera pandémiának volt 1965-ben is egy elég intenzív szakasza a Szovjetunió területén, mégpedig Üzbegisztánban, de azt a szovjet hatóságok nem hozták a világ járványkezelő hatóságainak a tudomására. A 1970-ben 1970 júliusban Batumiban és Asztrahányban találtak betegeket először, Batumiban 17 beteget, Asztrahányban pedig egy hónap alatt 1270 beteget regisztráltak, és ez a járvány augusztus elejére ért el Odesszába és Kercsbe. Odesszában az első héten, tehát augusztus 2. és 9. között 126 beteget regisztráltak, akik közül 7-en haltak meg. Az első halott, ez egy Fjodor Lyutnyikov nevezetű biztonsági őr volt, egy 56 éves férfi, aki kórházba került, és ott rögtön megállapították, hogy itt koleráról lehet szó, de csak 3 nap múlva, augusztus 6-án rendeltek el a hatóságok karantént, és végül is ez a karantén szeptember 16-án lett feloldva. Tehát több mint 40 napig tartott. Most így, mi volt a nagyon nehéz ebben a karanténban? Tehát ugye minden karantén nehéz, de itt most egy olyan képet mutatok, ami 1970 augusztusában, vagy júliusában készült Odesszában, egy helyi újság hasábjain jelent meg, és magában a cégben az az adat szerepel, hogy Odesszában ezen a strand szakaszon naponta 10 000 ember fürdőzik. Tehát egy ilyen helyzetbe ütötte fel a fejét a kolera Odesszában. Ez is egy 1970-es kép Odesszáról. És akkor ami még érdekes az az, hogy már 1970-t megelőző években és évek óta minden nyári szezonban körülbelül 5 millió turista látogatott el a Krímbe, és ugye ez a krími tartózkodás ez nagy arányban Odesszára és Odessza közvetlen környékére összpontosult, tehát rengeteg turista volt augusztusban Odesszában, és ez a jelentés, amit itt a képen látunk, ez a KGB-nek egy jelentés, amiben a közli a központi szervekkel, a KGB-nek az odesszai kirendeltsége, hogy augusztus 3-án elhunyt egy ember kolerában Odesszában. Tehát ennek a karanténnak a kezelése azért volt nagyon nehéz, mert a helyi lakosok másképp reagáltak a karantén kötelezettségre, mint a turisták. De hát ez természetesen egy érthető dolog. Nagyon sok turista, amikor bejelentették a karantént, akkor egyszerűen megszökött, vagy megpróbált megszökni Odesszából, és akkor végül is avval segítettek ezen a helyzeten a központi hatóságok, hogy augusztus 23-án egy központi rendeletet hoztak arról, hogy akik karantén miatt Odesszában és Kercsben ragadtak, azoknak meghosszabbítják a kiküldetését, tehát ezt a kamandzsirovkát, amivel egyáltalán utazni lehetett, és fizetett szabadságot kapnak, tehát teljes
bért kapnak azokra a napokra, amíg a karantén miatt ott kell maradniuk. De a turisták csoportját se lehetett egy homogén csoportként kezelni, mert így a szintén korabeli adatokból azt lehet tudni, hogy az úgynevezett szervezett turisták, tehát akik ilyen putyovkákkal kerültek oda a Krímbe nyaralni, ez csak az egyharmada volt a teljes turista állománynak, a kétharmada az úgynevezett vad turista volt, tehát akik magánúton béreltek maguknak szállást, vagy rokonokhoz, vagy rokon számba menő barátokhoz mentek, vagy pedig sátorozók is sokan voltak, és ennek a tehát körülbelül 1,5 millió ilyen szervezett és nyomon követhető turista volt, és kétszer annyit, tehát több mint 3 millió nem szervezett turista volt, és ezt a nem szervezett réteget föltérképezni és karanténre kényszeríteni, ez nagyon nehéz feladat volt. És hát nem mindenki vette komolyan egyáltalán ezt az egész helyzetet. Ez egy fotó Asztrahányból, amikor ott a már a karantén után nem betegnek minősített embereket vonatokkal elszállították Asztrahányból. Tehát ez egy rendkívül nehéz probléma volt, hogy a katonaságot, tengerész, tehát nem a szárazföldi és a tengeri katonaságot is bevetették ennek a helyzetnek a kezelésére, de így is sokan megszöktek ebből a karanténból, és ezért ez a kolera, ez egy nagy területen elterjedt 1970-ben a Szovjetunióban, tehát még Leningrádban is detektáltak megbetegedéseket, de végül is összességében nem lett ebből egy olyan óriási létszámú megbetegedés, ami már kezelhetetlen lett volna, tehát végül is nagyjából szeptember közepére az egész országban ki tudták jelenteni, hogy visszaszorították ennek a betegségnek a támadását. Az, hogy élt, de most erről az 1970-es kolera járványról, azért nagyon sok embernek vannak személyes emlékei. Természetesen itt is hírzárlat volt, de mivel ez a rengeteg turista utána mind visszaáramlott az otthonába, hát mindenki vitte ennek a járványnak a hírét, úgyhogy ezt nem lehetett titokban tartani, és az a film, amit ma 8-kor meg fogunk nézni, az is egy olyan film, ahol a rendezőnek a gyerekkori személyes élményeiből táplálkozott a forgatókönyvnek számos mozzanata. Szóval, ha maradnak, meg maradtok, akkor ott a filmben akkor majd folytatódik ez a tematika.